Nem, előbb elmondod, hogy mit akarsz csinálni. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. A száraz jég és a folyékony oxigén után most következzen a leghidegebb anyag, amivel ebben a sorozatban foglalkozom, ez pedig a folyékony nitrogén. Első a biztonság, úgyhogy felveszünk egy kesztyűt. Ez jó meleg. A folyékony nitrogén az mínusz 196 Celsius fokos, tehát majdnem mínusz 200 fokos, egy eszméletlenül hideg anyagról van szó. Viszont lehet látni ebben a fazékban, hogy semmi különleges nem történik, alig-alig forr ez a folyadék. Ennek az az oka, hogy az edénynek a fala mostanra lehűlt mínusz 200 Celsius fok környékére, tehát viszonylag kicsi a hőmérséklet különbség a folyékony nitrogén, illetve az edény fala között, emiatt nem is tapasztalhatunk túl intenzív forrást. Viszont ha beledobok valamit, mondjuk egy gumikesztyűt, ami elég érdekes lesz ebben a nagy kesztyűben, akkor már is látszik, hogy nagyon hevesen, nagyon intenzíven elkezd forni a környezetében, hiszen ez a gumikesztyű ez legalább mínusz 2 fokos, tehát eszméletlen hőmérséklete van a nitrogénhez képest. És itt jön egy érdekesség, ami ilyenkor megfigyelhető, méghozzá az, hogy ezeken az extrém alacsony hőmérsékleteken különböző változások mennek végbe az anyagokban, például az addig rugalmas anyag elveszti a rugalmas állapotát, a gumikesztyű pedig megszűnik gumikesztyű lenni. De ha ez történt egy egyszerű háztartási gumikesztyűvel, joggal merülhet fel bennetek a kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha egy YouTube-szert teszünk bele a folyékony nitrogénbe. De ez a mai adásunkból nem fog kiderülni. Nagy, gyere csak vissza. Húzd fel a kabátodat. Egy picit. Igen. Így, és vedd le, álljunk már le a kesztyűdet. Egyáltalán nem indul jól. Na, ez Csabának a keze, ami legalább olyan rugalmas, mint egy gumikesztyű. Mindenki nézi a háttérbe, szóval ilyet lehet csinálni, majd kezdjetek el üvölteni, ha nem, jó? Most még. Arra kérlek, hogy feszíts szét az ujjaidat, és tartsd lefelé őket, hogy a folyékony nitrogén, amit ráöntök, az azonnal le tudjon gördülni róla. Ez oké? De nem válvonogatást akarok látni, hanem percebből nem lehet baj. Na most az a helyzet, hogy a folyékony nitrogén... Na, azt hittem, hogy egy cseppel akar szórakozni. A folyékony nitrogén az mínusz 190 Celsius fokos. Csabának a keze most ebben a hidegben, ha még tartja egy kicsit, az körülbelül 30 fokosra mehet le itt a ujjai környékén. Sőt, egy egész keveset fogok, mert hogy azt kérte egy kis műzlistállal ráönteni. Az egész kevés, az egyetlen csepp, fél liter. Ráöntöm a kezére a folyékony nitrogént, és nézzük meg, hogy mi történik. Nem ez az, ami fáj? De. De ne rá ne öntsd az egészet, hogyha üvöltök, akkor abba hagyod. Hát ez semmi nem volt csinálni, jöjjön a többi. És megcsináltod most az én kezembe is azt, amit a gumikesztyű, hogy rájutsz, és széttörik. Nem fogok rájutni, ugyanis volt néhány apró különbség a gumikesztyű, illetve a kesztyű kezet között. Méghozzá az, hogy a gumikesztyű sokáig benne volt ideje lehűlni. Igen. A kezeden éppen, hogy csak legördült a nitrogén. Aha. A másik pedig az, hogy amikor a kezedhez hozzáért a nitrogén, nagyon hevesen elkezdett forni, és létrejött egy nagyon vékony gázréteg a kezed és a nitrogén között, és ez az, ami védte a kezedet. Tehát a gáz megvédte a kezemet. Úgyhogy sajnos továbbra is lesz majd Magyarósi Csaba YouTube videó, úgyhogy nem fogunk tőle megszabadulni. Köszönöm szépen, mehetsz, mert innentől zavarsz. A bulvár rész megvolt, de most jöjjön a leglátványosabb kísérlet, amit csak folyékony nitrogénnel el lehet végezni. Ehhez pedig nem lesz másra szükség, mint nyilván folyékony nitrogénre és forrásban lévő vízre. Öntsünk még hozzá egy kicsit. Ez a víz éppen most ford fel, és most bele fogom zúdítani a mínusz 200 Celsius fokos folyékony nitrogénbe, tehát a hőmérséklet különbség a két folyadék között nagyjából 300 Celsius fok. Ehhez a kísérlethez viszont már felveszek egy ilyen arcmaszkot, mindjárt kiderül, hogy miért. 3, 2, 1... Amit itt látni lehet, vagyis inkább annyira nem lehet látni, az az eszméletlenül nagy páratartalom, ami azonnal lecsapódik itt a mínusz nagyon alacsony hőmérsékleteknél. Ez volt a Szertár, ha tetszett a videó, lájkoljátok, egyébként pedig iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! Ja, és köszönjük a Messernek a gázokat!